fejlesztés a gyerekekért 270 millió forintos uniós forrásból újult meg a nyírteleki kastélykert, óvoda és bölcsőde. 150 milliós beruházás, 32 tantermet korszerűsítettek a kisvárdai Vári Emil általános iskolában. Alma a természet oltalma. Országos kampány indult a legismertebb hazai gyümölcs fogyasztásának népszerűsítésére. €270 millió Európai Uniós forrásból újult meg a nyírteleki kastélykert, óvoda és bölcsőde. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A beruházás részeként fejlesztő és logopédiai szobákat is kialakítottak, amelyek használatával közel 150 gyermek képességeit fejleszthetik tovább a szakemberek. A térségben ezen kívül még 4 óvoda építése van folyamatban. 2018 a családok éve, ezért országszerte egyre inkább nő az igény, nem csak a bölcsődék, az óvodák iránt is. A kormány ezért egyre több férőhelyet hoz létre a gyermekek számára. Nem csak új óvodák épülnek, a régiek is sorra újulnak meg. Ez a tendencia nem csak országosan figyelhető meg. Szabolcsban is azt láthatjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyre növekszik a férőhelyek iránti igény, egyre növekszik a bölcsőde óvoda iránti igény, hiszen egyre többen dolgoznak a gyerekek mellett, és azt is tapasztaljuk, hogy nő a gyermekvállalási kedv, egyre bátrabban vállalnak a fiatalok gyermeket, és ezért természetesen szükség van ismét több bölcsődére, óvodára. Ezt támogatjuk azzal, hogy egy nagyszabású bölcsőde és óvoda fejlesztési programot indítottunk el, több mint 100 milliárd forintot fordítunk erre a célra országos szinten. Bölcsődéknél már több mint 16 ezerrel megnőtt a férőhelyeknek a száma, az óvodáknál 9200-zal több férőhely van most, mint néhány évvel ezelőtt. Tehát mondhatom azt, hogy ütemezetten egész jól haladunk, de még nem dőlhetünk hátra, még nem vagyunk ennek a munkának a végén, hiszen azt szeretnénk, hogyha minden bölcsődéskorú gyermeknek, ahol a szülők dolgoznak és igénylik ezt, lenne bölcsődei férőhelye a közelben. Az ilyen fejlesztések célja a foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állás segítő intézmények létrehozása, valamint a közszolgáltatások fejlesztése. Most ennek is eleget téve 270 millió forintos Európai Uniós forrásból újult meg nyírteleken a kastélykert, óvoda és bölcsőde. 3 részből állt ez a fejlesztéscsomag. Az egyik a régi épületet újította meg, sokkal bővebbek lettek a terek, illetve lett egy új rész, ami 2 színből áll, lifttel, gyermekmosdókkal, fejlesztőszobákkal, logopédiai szobával, orvosi szobával, és sorolhatnám még, nagyon-nagyon sok minden létesült itt, illetve az udvarra költöttük ennek közel 10%-át, ahol fejlesztőjátékokat kaptak a gyerekek, és minden nemű igényük kielégítésre került ezáltal. Ezeket a játékokat és fejlesztőszobákat körülbelül 150 gyermek használhatja majd. A beruházás pályázata 2017-ben lett sikeres, idén márciusban megtörtént a bejárás, most pedig hivatalosan is átadták. Azonban a térség más településein is hasonló mértékű fejlesztések kezdődtek. Most éppen 4 óvoda épül, Kávavencsellőn, Passzabon, Bercelen és Tiszadadán, és már van, ahol átadtunk óvodát, vagy újat, vagy felújított óvodát, így Ibrány, Kálmánháza, Búj, ezeket a településeket tudom megemlíteni, és természetesen tovább folytatjuk az óvodai felújítási programot, vagy uniós forrásból, mert ez éppen nyírteleken uniós forrásból valósult meg, vagy akár hazai forrásból is. Az óvoda fejlesztése nyírtelek számára fontos mérföldkő, hiszen így egyre élhetőbb kisvárossá válik a település. A népesség megtartó erőt növelte a 2017-ben átadott kerékpárút is, amelyen most már biztonságosan megközelíthető 2 keréken is a megyeszékhely. A kormány állja a szavát, bővíti a csok rendszerét. Jelentette be a családok otthonteremtési kedvezményéről szóló kormánydöntést, ismertetve a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a lakáskassza rendszer átalakításából felszabaduló forrásokat a csok kibővítésére költik. Ennek első lépéseként a kedvezményes kamattámogatású kölcsönök kiterjesztése mellett döntött a kormány. 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt a 2 gyermekes családokra is kiterjesztjük. A 3 gyermekeseknél pedig ugyanilyen kedvező feltételek mellett a kölcsönfelvétel lehetőségét 15 millió forintra emeljük meg.
ez az első lépés a családtámogatási és lakástámogatási rendszer kibővítése irányába. A hétvégén a kormány bejelentést fog tenni a családi nemzeti konzultáció részleteiről, és ennek eredményét követően, és részben attól függően pedig további családtámogatási és lakástámogatási döntések fognak születni. Közel 150 millió forintból újult meg a Vári Emil általános iskola Kisvárdán. A beruházást egy elnyert EFOP pályázat tette lehetővé a kisvárdai tankerületi központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. Az intézmény még 1982-ben épült, azóta nem történt komoly a felújítás az épületben, így már nagy igény volt a korszerűsítésére. Így néz ki egy tanterem a felújítás után a Vári Emil általános iskolában. Az intézmény mind a 32 termében megújult a padló burkolat. Átfestették a falakat és nyillázárókat cseréltek. A háromszintes épület minden emeletén megújultak a vizes blokkok, és megszépültek a folyosók. Az intézményben egy teljesen új nyelvi labort is kialakítottak. Új eszközöket és bútorokat vásároltak a terembe, valamint az iskola biztonságát is növelték. Egy beléptető rendszer, valamint hátul egy elektromos kapu, az, ami még belefért ebbe a felújításba, és a földszinten egy mozgáskorlátozott WC az, ami, illetve hát az irodáknak a bútorzata, a tantermek, 9 tanteremnek a bútor, komplet bútorzatát cseréltük ki ebből az összegből. Az iskola épülete még 1982-ben épült, azóta nem történt komoly beruházás, csak kisebb javításokat sikerült megvalósítani. Az intézmény energetikai korszerűsítése 3 éve kezdődött, a mostani fejlesztést pedig a nyári szünetre időzítették, így a gyerekek már birtokba is vehették a felújított iskolát tanévkezdéskor. A kisvárdai tankerületi központban több intézmény is megújulhatott egy pályázatnak köszönhetően. A tankerületi központunk az EFOP 4.1.3 17-es kódszámú pályázat keretében 7 intézményben pályázott felújításra, infrastrukturális fejlesztésekre. Ezekben a fejlesztésekben megújultak az intézményeknek a belső területei, megújultak a nyilázárók, felújításra kerültek a mosdók, fűtés korszerűsítésre is sor került, illetve taneszközöket vásároltunk, iskolabútorokat, irodabútorokat. A felújított intézmény átadó ünnepségén a település polgármestere kiemelte, nívós, színvonalas munkát végeznek a Vári Emil általános iskolában, ezentúl pedig már a modern tárgyi feltételek is adottak ehhez. A településen 2 általános iskola beruházása is megvalósult. Mind a két intézményre ráfért már egy nagyarányú felújítás, ahol a diákok érezzék jól magukat, a pedagógus hasonlóan, és mindenki úgy menjen be az intézménybe, és éljük azt az iskolákkal, hogy feszültségmentesen, jó kedvel, és öröm legyen iskolába járni. A fejlesztések segítik a minőségi oktatást és nevelést, valamint megteremtik azt a lehetőséget, hogy minden településen adott legyen az iskolák modernkor igényeinek megfelelő 21. századi felszereltsége. Országos kampány indult az almafogyasztás népszerűsítésére. A legismertebb hazai gyümölcs számos jótékony élettani hatással rendelkezik, ásványi anyag és vitamin tartalma mellett jó néhány betegség megelőzésében is segíthet. Kosárból kínálták az almát a járókelőknek Nyíregyháza belvárosában. Az Agrármarketing Centrum munkatársai frissen préselt almalevet és többféle almából készült almacsipszet is bemutattak az őszi almafogyasztás ösztönző kampány első állomásán. Immáron 3. éve mondhatjuk, hogy most már hagyományosan ősszel szervezzük meg együttműködésben ezt az alma kampányt, amely idén az alma természet oltalma elnevezést kapta, és a kampánynak különböző állomásai vannak. Volt még szeptember közepén Budapesten egy nyitó rendezvény, és különböző sportrendezvényekre viszünk almát és különböző alma feldolgozott termékeket, illetve egy országos körútra is, aminek az első állomása az itt most Nyíregyháza, de megyünk majd még Miskolcra, Debrecenbe, Székesfehérvárra, Nagykanizsára, és elképzelhető, hogy további állomások is szerepelni fognak a roadshow-ba, ha nevezhetjük így. A kampány állomásain mindig a helyi termelőktől vásárolják az almát, ugyanis így a legfrissebb gyümölcs beszerzése mellett a helyi gazdaságot is segítik a promóciós sorozattal.
A felmérések azt mutatják, hogy a magyar felnőtt lakosságnak a közel harmada nem fogyaszt rendszeresen gyümölcsöt, és ha már gyümölcs, akkor elsősorban az alma az, ami eszünkbe jut. Úgyhogy elsősorban ezért tartjuk nagyon fontosnak felhívni a figyelmet arra, hogy fontos a rendszeres gyümölcsfogyasztás, a rendszeres almafogyasztás, milyen jó élettani hatásokkal, előnyökkel jár, rengeteg vitamint, ásványanyagot tartalmaz, nagyon sok betegségnek a megelőzésében jó az alma. Ugye ezt a mondást talán mindenki jól ismeri itthon is, hogy naponta egy alma az orvost távol tartja. Ez téli időszakban inkább 1-3 alma, úgyhogy ugye közeledünk a hideg meg vitamin szegényebb időszakhoz, úgyhogy ilyenkor még fontosabb, hogy kellő természetes vitamint vigyünk be a szervezetünkbe, például almán és különböző almás ételeken keresztül. Az Agrármarketing Centrum szóvivője hozzátette, az alma az egyik legjobban elálló gyümölcs, és szinte egész évben fogyasztható, akár a frissen szedett, akár a hűtőházas formában, ugyanis az alma a hűtést követően is megőrzi ásványi anyag és vitamin tartalmát. Vasárnap hajnali 3 órakor indul a téli időszámítás, az órákat hajnali 2 órára kell visszaállítani. A nyári időszámítás Európában egységesen elfogadott rendszer, amelyben a helyi időhöz képest 1 órával előre állítjuk az órákat. A normál téli időszámításkor ehhez térünk vissza március utolsó vasárnapjáig. A módszer azon alapul, hogy a lakosság szokásos ébrenléti ideje, a reggel 7 és este 10 óra közötti időszak, minél inkább egybeessen a természetes világosság idejével, így ugyanis villamos energiát lehet megtakarítani. Családbarát önkormányzat díjjal tüntették ki Nyíregyházát. Az elismerést a Nagy Családosok Országos Egyesülete ítélte oda a megyeszékhely önkormányzatának. Jászai Mennyhért, a város alpolgármestere a díjjal kapcsolatban kiemelte, ez egy fontos és jelentős visszaigazolása annak a munkának, amelyet évek óta végeznek a megyeszékhelyen az ott lakók életminőségének javításáért. Ezt az elismerő oklevelet vehette át Jászai Mennyhért, Nyíregyháza alpolgármestere még október 19-én a parlamentben. A családok évében, 3 év után ismét megújulva, a nemzetközi sztendereket is figyelembe véve hirdette meg a Nagy Családosok Országos Egyesülete az önkormányzatoknak ítélhető legrangosabb civil elismerést, a Családbarát Önkormányzat díjat. A pályázati határidőig 44 magyarországi település önkormányzata adta be pályamunkáját, végül 30-at díjaztak, köztük Nyíregyházát is. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek kemény munkájának egy objektív külső szervezet által történő visszaigazolása, hiszen a Nagy Családosok Országos Egyesülete mondta azt ki Nyíregyházára, egy nagyon komoly pályázati rendszer alapján, tehát egy komoly beszámot kell készítenünk, hogy Nyíregyháza családbarát önkormányzat. Jászai Mennyhért azt is elmondta, az önkormányzat mindig a családbarát irányelveket szem előtt tartva hozza a különböző intézkedéseket és hajtja végre a fejlesztéseket. Az alpolgármester szerint ezért is érdemelhették ki a mostani díjat. Ezt a díjat azzal érdemeltük ki, hogy fejlesztjük az infrastruktúrát, Nyíregyházán akár az épületek, az ingatlanok, a óvoda bölcsőde felújításokra gondolok, vagy éppen egészségügyi intézmények felújítására, az utak. De ez mind csak akkor ér valamit, hogyha ezáltal Nyíregyházán az életminőség is javul, és a lehetőségek tárháza bővül. Én azt gondolom, hogy Nyíregyházán a lakosság szám nem csökken, hanem nő. Nő a házasságkötéseknek a száma, csökken a munkanélküliség. Ezek mind olyan objektív mutatók, amelyek azt mutatják, hogy Nyíregyházán javul az életminőség. Jászai Mennyhért azt is kiemelte, a város nem csupán pályázati, hanem jelentős saját forrásból finanszírozza a családbarát fejlesztéseket Nyíregyházán. Az alpolgármester lényegesnek látja azt is, hogy a kötelező és ajánlott szolgáltatásokon túl számos saját szolgáltatással is segítik a családokat, az egészen kicsi korosztálytól az idősekig. Az Erzsébet utalványokkal nem lehet elfedni a nyugdíjrendszer alapvető strukturális hibáit Korózs Lajos szerint. Az MSZP-s országgyűlési képviselő nyíregyházi sajtótájékoztatóján kiemelte, a nyugdíjrendszerben nem javul, hanem romlik a helyzet. A politikus rámutatott arra, hogy a nyugdíjasok 2/3 az átlag nyugdíjat sem kapja meg, 1/3 nyugdíja pedig a létminimumot sem éri el. Én azt gondolom, hogy ez igazságtalan, mélységesen igazságtalan, és valami olyan rendszert kellene kialakítani az Orbán kormánynak, a infláció követő nyugdíjemelés technikáján kívül, ahol a nettóbér növekedést is figyelembe veszik. Régebben volt ilyen technika, ezt úgy hívták, hogy svájci indexálás, mert azt is látjuk, hogy nem csak
ekkora különbségek alakulnak ki nyugdíjas és nyugdíjas között, ahol több millió forintos összeg is jelentkezik, hanem leszakadnak a bérektől a nyugdíjak jelentősen, illetve a régebben elment nyugdíjasok és a friss nyugdíjasok között is borzasztó nagy jövedelmi különbségek alakulnak ki. A Kálai család egyetlen hősi halottja előtt tiszteleg a Kálai gyűjtemény. Az emlékkiállítás korabeli ruhákat, tárgyakat és okiratokat tartalmaz, amelyeket eddig a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum őrzött. A Kálai Iván Huszár főhadnagy emlékkiállítás 2019. január végéig látható. Az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából újabb kiállítás nyílt a Kálai gyűjteményben. Amire a falevelek lehullanak című kiállítás Kálai Iván huszár főhadnagy emléke előtt tiszteleg. A család egyetlen nagy háborús hősi halottja 1887. május 6-án született Nagykálóban. A magyar huszárt mindig is a világ első katonájának tartották a külső emberek is, meg a huszár önmaga is, hiszen 500 éves múltra tekinthető vissza, és köztük szolgálni azért az nagy dolog volt mindig, és hát Kálai Iván pontosan ezek közé került, és az is különleges, hogy nem akármilyen ezredbe került. 1908-ban végezte a Ludovika Akadémiát, utána beosztották a császár és király 12. huszárezredhez, mert ez van legközelebb, akkor legalábbis ez volt a legközelebb Szabolcs vármegyéhez, hiszen ugye Kálai Iván Nagykálóba született, ez egy Miskolc és Kassa ezred volt, de 1913-ban valami úton, módon, nem tudom én se, hogy hogyan, átkerült a monarchia legjobb ezredébe és legrégibb ezredébe, a császár és királyi soproni 9. huszár ezredbe. Ide bekerülni megtiszteltetés volt. Ennek az ezrednek a nevéhez fűződik az osztrák-magyar monarchia első, a galíciai Limanovánál aratott igazi nagy győzelme 1914. december 14-én. Ráadásul ezt a győzelmet olyan felszerelésben aratták, amely nem volt jellemző az akkori viszonyokra. A 900 fős ezrednek 300 hősi halottja maradt a helyszínen, amelyet a lengyelek azóta is hősi temetővel őriznek. Ezt követően 1915. április 15-én egy orosz támadásban Kálai Iván hősi halált halt. Ezután édesapja Kálai Rudolf elkezdte összegyűjteni a megmaradt relikviákat, amelyet a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumban őriztek. Most ebből került néhány tárgy a Kálai gyűjteménybe. Korabeli, tehát a nevéhez, személyhez köthető okleveleket, kitüntetéseket, a Nádasdy huszárok egyenruháját, korabeli gépfegyvert, tulajdonképpen az, ami a huszár hadnagy, főhadnagy életéhez kapcsolható személytárgyak. A Kálai Iván teljes életútját átfogó kamara kiállítás 2019. január 31-ig tekinthető meg. Tizennyolc arany, 14 ezüst és 8 bronzérmet szereztek a nyíregyházi úszók Debrecenben a Hajós Alfréd Kupa harmadik fordulóján. Hatházi Dóra és Kovács Péter négyszer állhatott fel a dobogó tetejére. A nyíregyházi fiatalok a hétvégén Hajdúszoboszlón állnak rajtkőre. 7 edző irányításával mintegy 200-an úsznak Nyíregyházán, közülük több mint 100-an versenyeznek is. A felkészülés augusztus végén kezdődött, október elején pedig már a budapesti világkupa versenyen állt rajtkőre Hatházi Dóra és Szurovcsák Ivett. Az elmúlt hétvégén Debrecenben mérhették le formájukat a fiatalok. A Hajós Alfréd Kupa harmadik fordulójának számító versenyről 40 éremmel tért haza a nyíregyházi különítmény. A BK-tól a felnőttig szinte mindenki ott volt a versenyünkön. Ez az első olyan nagyobb szabású verseny, az a Hajós Alfréd verseny Debrecenben, ami már ugye a őszi felkészülés első lépése. Itt ott voltak a béka korosztályból a legkisebbek közül, kiemelném a Kecán Noját, aki a legkisebbeknél nyerte a számait, az Kovács Attila tanítványát. A nagyobbak közül, ugye Gyulasanyi tanítványai közül Hatházi Dóri szinte hozta a kötelezőt, nyerte a számait. Olaf nem tudott sajnos részt venni, mert válfájdalmakra panaszkodott, ugye kisebb sérüléssel. A nagyobbak közül viszont üdvözölhetjük újra Trizner Olivért, illetve Ónodi Gyulát, akik tavaly ugye különböző klubokba igazoltak, de visszaigazoltak Nyíregyházára, jobbnak látták itt folytatni tovább, és ők is szintén nyerték a számokat, illetve ez is bronzérmet szereztek. Sok pihenőt nem kaptak az úszók, mivel szombaton és vasárnap újabb versenyen indulnak a nyíregyházi fiatalok. Két napos verseny vár minket Hajdúszoboszlón, a Hungaroszpál Kupa. Ez is egy
évtizedek óta menni nagyon jó verseny. Itt is szeretnénk a legeredményesebb csapatként végezni, hiszen itt a csapatok között is szoktak pont versenyt hirdetni, illetve utána jönnek a úgymond szokásos versenyek, illetve meghívást a válogatott részéről a CECIM és a Miskolci vízmű kupa, ami nekünk ilyenkor ősszel szinte kötelező. Jövőre a hazai bajnokságok mellett az év főversenye az ifjúsági Európa-bajnokság, amelyen Hatházi Dóra, és az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, amelyen Cserfalvi Olaf képviselheti a nyíregyházi színeket. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 270 millió forintos Európai Uniós forrásból újult meg a nyírteleki kastélykert, óvoda és bölcsüde. A beruházás részeként fejlesztő és logopédiai szobákat is kialakítottak, amelyek használatával közel 150 gyermek képességeit fejleszthetik tovább a szakemberek. A térségben ezen kívül még 4 óvoda építése van folyamatban. Mintegy 150 milliárd forint EFOP-os támogatásból és hazai forrásból újult meg a Vári Emil általános iskola Kisvárdán. Az intézmény még 1982-ben épült, azóta nem történt komolyabb felújítás az épületben, így már nagy igény volt a korszerűsítésre. Az iskola mind a 32 tanterme megújult, valamint egy nyelvi labort is kialakítottak az intézményben. Országos kampány indult az almafogyasztás népszerűsítésére. A legismertebb hazai gyümölcs számos jótékony élettani hatással rendelkezik, ásványi anyag és vitamin tartalma mellett jó néhány betegség megelőzésében is segíthet. Az első rendezvényt Nyíregyházán tartották. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 26-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalon addig is elérhetik. Én kollégáim nevében is köszönöm Önöket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. A Kárpát-medence térségébe délies áramlással több fokkal melegebb levegő érkezik, de szombaton az ország északi tájait egy hideg front éri el. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor szorványosan valószínű, a déli szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben jobbára erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor több helyen várható. A délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. Délutánra 14 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban egy mediterrán ciklon a Kárpát-medence időjárására is hatással lesz. Vasárnaptól keddig több hullámban nedves levegő áramlik térségünk fölé. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen elered az eső, záporeső. A jövő hét közepén kisebb a csapadék esője, kevesebb felhő zavarja a napsütést. Gyakran megerősödik a déli, délkeleti szél, ez meleg levegőt szállít fölénk. A maximum hőmérséklet meghaladja az átlagosat, és inkább csak a jövő hét közepén erősödik átmenetileg az éjszakai lehűlés, fagy még akkor sem valószínű.